Szeretlek. Nem ember vagyok. Nem érdekel. Könyörgök, harapd elém. Ez meg mi? Kire voltál egy vampírunk a gyerekcsősz. Holnap hivatalosan is belépünk. A gimis testvériségbe férfiak lettünk. Ezt meg kell ünnepelni. Együnk végtelen mennyiségű jégkrémet. Egyszer ötödikben 176-ot töntél a szádban. Nem, pontosan 186-ot. Nem, nekem volt 172, neked 176. Ó, alig érted el a 150-et. Hey, ez az egy. Nem, az enyém. Az enyém, az enyém. Ne felejts el számolni. Számolj nekem. Tuti. Hey, Ethan. Hallottad ezt? Na, addig menj. Eddig 50 a számban. A kamasz fiúk annyira dinkák. Ez most komoly, oké? Én nem adom fel. Mondd, mit csinálsz? Minek tűnik? Birtokháborításnak. Jászd, amit a festék szokott. Kopj le. Megmondalak a nagy tesómnak. Tényleg? Annyira félek. Láttam a bratyódat. Lehet, hogy idősebb, de tuti, hogy nem nagy. Kapd el! Abby! Baj, megsérültél? Mit keresel idekint? Ethan! Holly! Korán jöttetek. Milyen volt a randi? Jól vagy, kicsim. Matthew Nye, Szalai Csongor. Vanessa Morgan, Andrádi Zsanett. Etika Mitchell, Ungvári Gergő. Cameron Kennedy, Timon Barna. Kate Todd, Sipos Eszter. Joe DeNicol, Láng Balázs. Ella Jonas Farlinger, Herman Lilla. Eric Cohen, Juhász György. Laura de Carteré, Orosz Anna. Brent Aljanak, Gál Péter. John Gregson, Fabó Györgyi. Cassie Steele, Laudon Andrea. Jamie Johnston, Szűcs Péter Pál. Fényképezte Rudolf Blahácsek. Tom McGillis, Jennifer Perch és Tim Burns ötletéből a forgatókönyvet írta Tim Burns. Rendezte Bruce McDonald. Bébi csőszöd lesz? Neked? Ssss! Halkabban öreg, ez totál tönkrevághatja a jó híremet, és nem nekem lesz, Jane-nek. Nézd a jobbik oldalát. Az egyik dögös gimis szuperbébi ma este a házatokba fog dekkolni. Szia, Töki! Haver, mi van? Csak azt tudom, hogy a neve Erika, és a sulingba jár. Ha mászling van, meg tudom dumálni az ősöket. Eltűnt kamasz. Oh, üdv, Higgs igazgató. Hadd segítsek. Oh, köszönöm, Jesse. Már is jobb. Bátor vezetőnk meg bármit. Megengedi? Francia mokka. Francia mokka. Jó döntés. Jó döntés. Klassz. A színjátszós fiúk mindig jeleneteket rendeznek. Benny, ez fontos. A társadalmi életünk attól függ, hogy alakítunk ezen a héten. Szóval csak... Mit gondolsz? Benny!
ez a legmodernebb űrlény DNS detektor. Igen, és? A gimis ebédlő ideális hely a tesztelése. És elérjük, hogy gigagyékok legyünk 4 évben. Adj már vissza, a kukkerom. Ígérünk, hogy nem barunkodsz. Ezt ígérem, hogy nem fogok. Hé, hey, skácok, hé, hey, itt vagyok. Oh, ne. Újra együtt a három amigo. Tudtok adni egy 28-at? Na jó, ennyi volt. Kocoltam különben. Örökre annyi. Gyékart! Igazán köszönöm. Ez a bébi aztán bébisztikus bébilon. AB pozitív vagyok, úgyis megkaplak. Hemoglobint inni, tudom, nem szabad. De szerelmünk örökre megmarad. Sarah, várj meg! Merre mászkáltál? Egész délelőtt üzisztem. Ó, oh, mi lett a pólóddal? Ah, hagyjuk. Hé, hey, képzeld, eladtam 200 jegyet a vetítésre. Már csak 7 nap van, komolyan. Azt hiszem, ha 8 napot kéne várnom, becsavarodnék. Persze, én is. Ma ellogtál a matekról. Jessivel voltál? Igen. Aha, olyan helyes fiúm lenne, én is lógnék. Mm. Miért? Komolyan? Azt hiszed, csak te szegnéd meg a szabályokat? Nem, de te jó kislány vagy. Ahogy te is. Már nem olyan biztos. Kitűnően tanulsz, rendes vagy. Hidd el, tuti. Egyébként, ezek a jegyeid, ugye Jessie is jön? A nem, nincs oda a szürkületért. Mi? Hogy járhatsz valakivel, aki nem bírja a sorinkat? A második megváltoztatta az életemet. Igen, tudom. Na ne. A szupercsaj, akit leöntöttél, az őspanya? Ki? A szürkületes csaj. Erikának hívják, és ő az én Han Solom Leilája. És hé, talán ő a ma esti bébi csőszöd. Oké, na figyelj. Ha belegebet sem leszel Han Solom. És kétlem, hogy ez az az Erika. Igen, jogos. Túl szép, hogy igaz legyen. Mindjárt kiderítem. Várj, mi? Benny! Szerezd meg, Benny! Fogd be! Na, szia! Nem te vagy véletlenül Morganék baby juice-e? De igen. Ismered a gyerekeiket? Igen, az egyik a haverom. Ott ül arra felé. Kissé félénk. Még találkozunk. Igen. Én fog ma betakargatni. Fogd be! Igen. Mi? Tutira, bejövök neki. Mi van? A szürkületes csaj a bébi sintéred. A szürkület rajongók annyira bénák. Ja, te csak tudod. Starship Enterprise-on spisiben alszol. A szürkület kitalált figurákról szól. A Star Trek valóságos teremtményekről. Igaz. De hé, ha mesékkel tudom megfogni a feleségemet, akkor az operencián túl jöhet. Hé, ezt nézd. Megvan az eltűnt srác maradéka. Maradéka? Igen, azt írják, hogy kifacsorták. Tudod, mint ezt az öcsit. Bocs, ez öreg! Ó, azt a... Úgy látom, a pasi, a Mr. Tullaza vagyok a súlyhoz. Jól hallottam a nevemet. Ne faggatózz! Nevetséges! Már túl késő meghátrálni. Sarah azt mondta, nem érdekelnek a vámpírok. Imádom a vámpírokat, és pontosan ezt mondtam neki. Most mennem kell. Oké. Akkor majd összefutunk. Szürkület örökre! Valami bűzlik a drámaklubban. Találkozunk a vetítésen. Tuti, hogy ma átmegyek hozzátok. Klassz. Több matlétával vidámabb. Mehetek? Nem. Nem. Térre, gyíkok! Ciki lehet, hogy a gimiben bébi csőzt csóznak rád. Jó estét, cimborák! Hát nem bájos, mint egy 20 dolláros egy 10 literes kalapban. Igazán köszönöm, uram. Indulunk a country táncházba? Igen, sejtettem. Anyu, apu, azt akartam mondani, igazatok volt. Nagy hiba volt magára hagynom Jane-t. Tanultam a leckéből, úgyhogy... Nem kell csősz, és megmarad 20 dolcsitok. Ethan, már megmondtam. Nem hagylak magadra, Jane-nel, amíg nem bizonyítasz. Sajnálom, Pajti. Ő a főnök. Jó.
A szobámban leszek. Egyedül. Hé, haver! Felbukkant már a bomba, baby csúsz? Nem. Tiltakozásképpen itt dekkolok. Hát én nem. Amint megjelenik a Babezilla, már is ott vagyok. Sok sikert hozzá! Megölted a legjobb barátomat! Már itt kéne lennie. Annyira megijesztettél. Csak bocsánatot akartam kérni, amiért nem vagyok túl jó barát. Igen. Nagyon hiányzik a mászkálás. Már nem is szoktál SMS-ezni. Kissé furcsa a helyzet mostanság. Nem igazán... Nem, ne izgasd magad. Nem vagyok elég menő hozzád, mióta Jessivel jársz. Nem. Szó sincs ilyesmiről. Esküszöm. Akkor mi az? Úgy volt, hogy együtt szervezzük a rajongói klub vetítését. Tudom, de az életem mostanában szörnyen bonyolult. Most derül ki, hogy megharapja a lányt, vagy sem. Tudom jól, de ez csak egy film. Csak egy film? Ó, Istenkém, mondd csak, mi lett veled? Mennem kell. Ma este gyerekcsőzködöm. Még találkozunk. Szürkület elhagyó. Erika! Oké, igazad van, Jesse az oka, de nem azért, amire gondolsz. Az ördögöt emlegetted. Hello, ismét. Hello, ismét. Csak nem kerülsz engem, drágám. Ó, mostanában sok embert kerül. Ugyan már, mitől félsz? Nekem még több idő kell ehhez. Tik-tak. Lejárt az idő. Nem félsz, hogy apám rajta kap minket? Felbátorítottál. Ha ezt megtudja, megöl téged. Ó, persze. Na, ide hallgass. Lesz egy monstrum party Jessieknél. És bár Sarah-t nem érdekli, te talán szívesen eljönnél. Nem lehet. Este Baby csőzködik. Nem fogok. Veletek megyek. Erika, ne! Miért? Én is megszeghetem a szabályokat. És olyan helyes a srác. Oh. Csak hogy nem érted, ők... Ti most menjetek. Sarah-val még el kell csevegnünk. Azt mondtad, választhatok, Jesse. Azt mondtad, rajtam áll. Ez igaz, de hé, néhány döntést sürgetni kell. Nem már, Sarah. Nem érzed. A tested tudja, hogy akarja. De szerencsére én az agyammal gondolkodom. Nem ér sehová. Hallottad? Mintha egy giganagy mosómedve bunyózna odakint. Nagyon király. Miért küzdesz ellene? Azt mondtad, szereted a vámpírokat. De nem mondtam, hogy az akarok lenni. Ezt nem kellett volna. Mintha egy fa zuhant volna a házra. Ó, szívem, kinyitom. Na végre. Ó, szia! Ugye te vagy Erika, a babysitter? Mi? Nem, beteg, így engem küldött. Sarah vagyok. Bemehetek? Kérem. Hát persze. Jane! Megjött a baby csősző. Szia, Jane vagyok. Szia! Föld, Ethannek. Hello. Szia.
Szereted a táncforradalmat? Én brutálisan béna vagyok, szóval tuti elvernél állandóan. Töké, így te kezdesz. Ó, várj egy kicsit, szívem. Te vérzel? Ó, csak elbotlottam, idefele jövet. Nem is fáj. Várj csak, mindjárt hozok raktapaszt. Biztos, nincs baj. Ó, dehogy, az erdőn átjöttem. Értem, figyelj csak, a mobil számom kint van a hűtőn, és Jane-nek szigorúan 8:30-kor lámpaoltás. Szervusz, kicsim. Szeretlek. Én is szeretlek. Jó ét, kicsim. Szia, Ethan! Igen, sziasztok! Jó mulatást a Rodeon vagy, Vin! Kösz! To watch your hips sway down the hallway each and every other day. Probably used to hearing you're a 10 out of 10 every time you pass by men's sake. Again? And when you leave, I hit the rewind. Dazzle so bright, you leave me so blind. Megvan a raktapasz. Mi meg megtaláltuk a pucsoki sékrémjeit. Jane! Klassz. Azt hiszem, most már kvittek vagyunk. Tessék. Kinyitom. Ne! Van Chips és a vámpírnaplók elsői vagy ki... Hol van a mosdó? Ó, ott a folyosó végén bal oldalt. Haver, csak nem a robobaba a suliból. Igen. Azt hiszem, Erika nem jöhetett, őt küldte maga helyett. Szóval, a féle helyettes bébi. Hover? Klassz! Nem klassz. Öreg, nem lennél kevésbé gáz? Ó, persze, mondja, aki belecsinált a gatyájába előről. Amúgy gratula hozzá. Ez csokis jégkrém. Egyébként rendeljünk pizzát. Éhen halok. Jó estét, én vagyok. Erika, megtennéd, hogy meghallgatsz. Szabadulj meg tőlük. A szokásost kérném, legyen extra méretű. A szomszédban vagyok. Pontosan 7:19, és van fél órája, különben ingyen lesz. Indulás! Csak Erika, hagyd békén egy kicsit. Kérlek, szerintem sír. Miket mondtál neki? Én csak... Szerintem tévész, oké? Tótira jól van. Csak... Oh, keresel valamit, vagy esetleg ennyire perverz vagy? Nem, csak a... Benny! Haver, ma lesz az új Galactica spin-off bemutatója, és muszáj... Na, mi a gáz? Most láttam Sarah-t. Ott állt a tükör előtt, de nem volt benne. Tisztázzok. Mennyi aftershave-et itt áll? Oh, haver, komolyan beszélek. A tükörképe tök torz volt. Nem normális, vágod? Olyan, mint egy... Figy is, rácok, nektek nem kell baby csősz, igaz? Attól függ, mit értesz ezen. Nem, jól megvagyunk. Anyu megalázással szeret leckésztetni. Akkor jó. Megkeresem Erikát, mert bajban van. Talán veled mehetnénk. Tudod, megvédeni. Hidd el, jobb, ha nem mászkáltok el. Egyébként spórolj az izmaiddal az önvédelemre. Te is láttad ezt? Majd jövök, srácok. Hű, agyas. Van itt egy dühös, dögös bébi, és neked muszáj azonnal elüldözni. Szép volt tényleg, elismerésem. Hidd el nekem, hogy láttam valamit. Nem normális. De én utána járok. Jól van, beépített tesó küldetésen, de nem felejtettél el valamit? Na igen. Mit felejtettél el? Ó, kösz, Nagyi. Életmentő vagy. Szívesen, drágám. Olyan fura szaga van. Dehogy is, nem igaz. Jó szaga van, mint a virágoknak is. És a mojitónak. Nagyi, ha nincs itt a pizzánk úgy... 20 percen belül. Ne adj érte egy fillért se, Willy. Oké.
Majd... mindjárt jövünk, ígérem. Utálok 8 éves lenni. Mi ez a sok cucc nálad? Digitális kamera infrával. Nem nyomozhatunk természetfeletti lények után felszerelés nélkül. Benny! Csak kerüljük a feltűnést. Így is perversnek tart. Azt mondtad, nem látszott a tükörképe. Igen. Van egy ötletem. Mi van, ha ez a valami reklámfogás a hülye szürkület filmhez? Ha ez átverés? Mind végig tudtam! Gyere! Szerintem a városba indult. Reménytelen. Elvesztettük. Kell egy pizza. Idegként van. Úgy érzem. Mi? Cs! Van ott valami. Éjszakai üzemmód indít. Mi az? Benny, mit látsz? Ez... Jó, akkor megnézem. Mennünk kell. Azonnal húzzunk el innen. Miért? Gyere várj! Nekünk tuti annyi. Mondd a magad nevében! A vékony ürke elhúzhat! Várdájnos! Segítség! A bébi csősöm egy vámpír! Emlékszel? Haló! Hármas szint! A csatatervet, amit küldtem? Kitérési manőverek! Alfa Foxtrot Delta 6! Indulás! Nem is tudtad, hogy kell. Időnként... Csak átfutom az Amy helyetet felőlem. Mi a bajotok? Na ne, várj csak! Ha megennél, az nem jönne be nekünk. Ha meg akarnálak enni, már megtettem volna. Látod? Megeszik minket, végük van! Nem, én csak beszélni akarok veletek. Éj, démonja! Tűnj el! Srácok, bármit láttatok, az nem az, aminek látszik. Nyomvott vámpír vagy, aki... Állatoknak szívja ki a vérét. Oké, talán annak tűnt, amit láttatok, de... Figyelmeztetlek. Fokhagymát ettem, és nem félek bevetni a leheletemet. Elhallgatnátok? Egy kicsit. Csak egy normális lány vagyok, Willy? Vagyis az voltam, csak hogy megkarapott a szemét pasim. Gyakorlatilag újonc vagyok, amíg nem iszom emberi vért. Amit igazán nem szeretnék, szóval... Tennem kell valamit, mielőtt a halandó testem meghal. És megakadályoznám, hogy Erika is így járjon. Tehát tuti, hogy ez nem egy hülye szürkület promóció. Jó lenne. Na, tűnjünk el innen. Nem csak én táplálkoznék ma este. Rendben. Hazaviszlek titeket, és megpróbálom előkeríteni Erikát. Kötve hiszem, hogy randiznék Giuliával a való életben. Pedig jó, annyira izzott köztük a levegő. Most komolyan, 14 csók jelenet. Csak idő kérdése volt, hogy egy pár legyenek. Aha. Hűha. Annyira. Nem érdekel. A jelszót. Nulla pozitív. Nem várhatnál még néhány napot? Hiszen 80 évet vártam rád. Még nem is éreztem. Léci, ne csináld ezt! A szívdöglesztő vámpírok, akik nem hajlandók embert tenni, idén ősszel visszatérnek. Ideje volt. Úgy unatkozom. A nagyi 5 tallal ezelőtt bealudt. Nulla a tánc tudása. Játszhatnék végre veled. Bocsi, mennem kell. Csak óvatosan, jó? És ne szóljatok, tudjátok? Hogyne, na, én hallgatok. És Bennynek meg amúgy sem hinne senki. Komolyan mondtam, oké? És semmiképpen se hívjatok be vámpírt az otthonotokba. Csak itt biztonságos. Vágjuk. Kösz. Ó, reg a pizzás totál késett. Bónusz. Gyere csak be, haver.
Hogy ez mennyivel fincsibb lesz, mert ingyen volt. Bocsi, haver, de meghalok egy harapásért. Ahogy én is. Peter! Jean, nincs semmi baj, ez csak egy buta játék. Igen, egy játék. Aki előbb elárulja, hol van Sarah, kevesebb ideig sikítozhat. Én is játszhatok? Igen, igen, Léci. Jesse unja a várakozást, úgyhogy érted, küldött engem. Ezek szerint te csak egy kifutó fiú vagy. Én legalább tudom, melyik oldalon állok. Újonc. Oké. Csak bekapok egy szeletet, amíg vampírdumát folytatok. Benny! Mi van? Ha ez lesz az utolsó vacsorám, legyen csak Italiano Deluxe. Persze! Italiano Deluxe. Extra fokhagymával. Megvan! Gyerünk! Fussunk! Gyere! Kétlem, hogy Sarah győzne. Persze, hogy nem győzhet. Még nem is igazi vámpír. Sarah vámpír? Miért viselkedik ilyen furán a pizzás? Azt hiszem, hogy kiakadt, mert nem kapott jattot. Nem gáz. Most felhívom anyuékat. Ne. Most muszáj. Muszáj megbíznod bennem. Beágyazol nekem. Egy egész hétig. Legyen. Köszönöm. Jön valaki. Gyerünk gyorsan, az ágyba! Engedjetek be! Mi történt? Hol a srác? Mondjuk, hogy bemutattam neki anyukád egyik ezüstneműjét. Milyen fegyvereitek vannak? Nem is tudom. Mit szólsz ehhez? A Vita csapat trófea? Ez a leghegyesebb. Ebből csinálhatnánk karót. Ne. Miért? Mert aláírták. De mégis ki? Ryan Secrets, a tévés. Az élet és halál zűrzavaros, ha az éteremményét szereted. Nincs más vágyad csak. Ez tökéletes. Éles és fa. Klassz lenne, ha vámpírbókusokkal harcolnánk. Srácok, jön, siessetek! Mondták már neked, hogy pocsék babysitter vagy? Tudod, ez még új nekem. Felneved! Halló? Szia! Ethan? Szervusz, szívem, mit az anyu? Szia, anyu! Anyu? Adnád egy percre a babysittert? Most nem igazán érünk rá, de... Ethan, most nincs kedvem vitatkozni. Oda hívnád, kérlek? Oké. Halló? Szervusz! Sarah, én vagyok az. Egy kicsit késni fogunk ma este. Véletlenül fejbe rúgtam Ethan apját, és be kellett... Mi ez a ricsaj? Egy új videójáték. Engedjetek be! Csöndesebben, srácok! Tudom, azt mondtam, 10-re hazaérünk, de megtennéd, hogy maradsz még 2 órát? Ó, persze, szívesen, később találkozunk. Egy Vita csapat trófea. Oké. Lehet, hogy baby csőztek pocsék. De ez bombasztikus volt. Szurkolok, hogy időben ki tudjatok takarítani. Mit? Ezt? Ez semmiség. Elképesztő, hogy már is elaludt. Igen, a nagyinak varázskeze van. Amikor 6 évesen féltem a robotoktól... Bámulatos!
Figyi, ha eljutok Jessehez éjfél előtt, még megmentet Amerikát. Tehát a pizzaslác már meghalt, ugye? Nem halott, nem csak valami pokoltornácán van, de onnan nem tér vissza. Van egy túlélő. Csak maradjatok itt, ahol biztonságos, jó? Üdvözlöm Erikát! Fogd a pizzámat. Fel vagyom egyáltalán. Miért ne? Benny, Mizu! 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 Bénák vagytok, ez a zoo. Ha béna vagyok, hogy relaxizhatnék a legkirályabb partin a városban? Megint lemaradtunk egy matlét a buliról. Nem öreg, ez igazi parti. Egy óriási kiíróban, és a srácok szinte mind végzősök. Köztük a csajok is. Szia szépségem, csíped a látványt. Srácok, ez a parti totál zsír. Hogy jutottál be? Megláttak a játékteremben, és meghívtak. Ó, és Benny, itt van a szürkületes csaj, és tutira dögös. Nézzétek az állatvégzős csajokat, akikkel táncol. Rory, azok a végzősök nem színjátszó szakkörösök? De igen, némelyik. Ó, és Pidgy, éjfélkor svédasztal is lesz. Rory, figyelj rám, oké? Szeretnék, ha... Bocs, le kell tennem. Konga jön! Oké, nem. Ne, mert ha kimondod, meg kell keresnem ezt a dinkát, és nem szeretnék kikötni egy vámpír vacsora partin. Gondold meg! Rory a barátunk. Jól van, legyen. Klassz. Csak hogy nem gyalogolok. Megvan a kulcs, de nem száguldozunk, mert nem akarunk feltűnést. Igaz. Oké. Okay. Mi a frász ez? Ó, csövek a nagy napozó ágyába. Imádszol ízni. Egyszer láttam kijönni. Elég gáz. Na szóval, gyere. Jó. Egy pillanat. Van egy ötletem. Emlékszel, amikor tavaly beöltöztünk Jediknek? Hozom a puszerszámait. Elnézést, hölgyem, de elárulná, hol van a vámpír party? Na jó, én azért tűnök ütődöttek, mert megharaptak. Mi a ti mentségetek? Jól van. Ti maradjatok a kocsiban, Vili? Na nem, de csak... Maradjatok! Jövök, amint megtaláltam Erikát és a haverotokat. Ó, oh, nem már, mi is szeretnék... Vágom. Én igazából itt akartam maradni. Nekem jó így. Nem már. Nem engedhetjük be egyedül. Hé, vigyázz a pulcsimra! Na hát, nézzenek oda kibukkant fel. Úgy látom, veszélyhez térített. Ó, igen, sikerült a lelkemre hatni. Igazából vele kell beszélnem. Négy szem közt. Szóval most végre van időd rám. Nem, semmi vész. Csak bátran. Megkeresem Jessit. Örülni fog, hogy itt vagy. Gyere, itt nem vagy biztonságban. El kell tűnnünk innen gyorsan. Ó, beszélsz, mint az anyám. Nem kell izgulnod, buligyilkos. Itt nem fogok elcsábolni semmilyen hülyeségre. Amúgy, szerintem senki sem iszik. Még nem. Táncoló vámpír bébi 12 óránál. Elméletben Rory-t kell megkeresnünk, emlékszel? Nem, a kocsiban kéne várakoznunk. De ha meghalok, gazdagabb leszek egy bevadult vámpirok felvételen. Lebuktatsz minket, add már a kamerát. Nem már, rezget a kezed. Nem is. Nem veheted el. Nagy sor álltak Lotyó előtt, és muszáj volt kijönnünk. Még jó, hogy vámpírfószer vagyok, igaz?
Mit művelsz? Beolvadok. Igen. Na, na, persze. Annyira kellett, azt hittem belehalok. Igen. Megint. Megint. Ti együtt mentetek ki csövelni? Öreg. Figyi, tudom, hihetetlen, de néhány hete megharapott egy vámpír. És most újonc vámpír vagyok. Hűha! Komolyan, komolyan elvárnád, hogy elhiggyem? Esküszöm, és ha nem lépünk le most, már sosem juthatunk ki innen. Oh, ez a duma a szürkületből van. Halhatatlannak lenni állsz, így teremtményeim, Izu! Ne, ez túlzás van. Inkább keressük meg Rorit és tiplizzünk. Ó, oh, hé, hey, fogamra való kis falatka vagy szépsége. Siess már! Jó, bebizonyítom. Ó, oh, itt van ő! Tudtam, hogy végül észhez térsz. Hm? Igazából épp indulunk. Ó, oh, ne. Lemaradnál a lényegről. Ez nem csak egy buli. Maradjatok. Mi az? Nem is tudom. A vámpírok veszélyesek. De végre végzős bulin vagyunk. Ugye, táncolni akarsz? Csak egyet. Esküszöm. Te is akarod. Oké. Okay. Rory. Vajon hol lehet Rory? Mizu! Rory! Van egy csaj. Totál rám van indulva. Rendesen kiszívta a nyakamat. Fogadok, kiszagolta a képességeimet. Rory, mennünk kell. Mi? Na ne, maradni akarok. Ez a parti ász! Oké, haver, figyelj. Már megvan. Húzzunk, amíg lehet. Nem mehetünk Sarah nélkül. Hé, ismerős a mondat, hogy maradjatok a kocsiban. Nekem rémlik. Erősen. Figyi! Pont ott van. Igen, megrémséggel látom. El van foglalva, nem is törődik velünk, halandókkal. Vágod, mire gondolok? Húzzunk már. Érdekelne, mit akar. Csak türele. Hm? Néhány nap múlva végrehajtjuk bosszunkat. Sőt, mi több. Miénk lesz az egész város. De a profécia nem válhat valóra, míg el nem érjük a célt. 219 lélek a lélekért. Béna. Hol a banda? Csak az érdekel... Emlékezetes este lesz. Mintha csak egy filmben látnánk. Film egy frászt. A Rorminátornak kaja kell. Fogd már be. Jó, elég a beszédből. Megéheztünk, teli hold van. Együnk? Most húzzunk el. Gyorsan. Gyere, még sok jó vár rád. Zárva van. Ho-ho! Ho! Hová mentek, lányok? Most kezdődik a vacsi. Szupi, mi lesz a menü? Mi? Rory, mi vagyunk a menü? Oh. Hát nem én csiklandozók. Nem lehet, belőlük nem ihatok, jól ismerem őket. Én vagyok a babysitterük. Már megbocsáss, de várj. Nektek bébi csősz kell. Nem. Neki kell babysitter. Ez nem igaz. Akkor miért is kell nektek bébi csősz? Itt senkinek sem kell babysitter, Vili. Csak mert vámpír, muszáj ennyire sötétnek lennie, komolyan. Ho-ho-ho-ho-ho, elég, állj. Tartsuk be a beavatás hagyományát. Előbb az újoncok ihatnak. Hallod, hogy ver a szíve?
Ez egy új világütem, amely rád vár, ahol sosem halsz meg. Nem öregszel. Egy harapás és a tiéd. Sarah, ne! Ó, majd megteszem én! Erika, ne! Hé, hey, lányok, nem kell rajtam összeveszni. Vissza, mind, komolyan! Sarah, innen úgysem juthattok ki. Benny! Gyertek! Végünk van, nekünk tuti végünk! Nyugi, keressük meg Sarah-t! Nem, lelépett tőlünk, most szórakozol! Húzsatok! Gyerünk! Gyertek! Szabadítsuk fel az erőt! Napot! Igazából ez ultraviola fény, csak hasonló a spektruma. Na ne! Ez hatásos! Ez annyira az! Jó, hogy a nagyit szeret napozni. Ez a nagyi a Szoliából van. Királygyíkok vagytok, srácok! Az erő annyira veled van, ifjú Padawan. Te vagy a Padawan, én Jedi vagyok. Na persze, én meg akkor Jedi mester. Klassz! Beszállhatnánk a kocsiba? Nyomás! Mozgás! Gyerünk! Induljunk már, menjünk! Indíts, indíts, indíts! Nem menekültek! Sarahnak több pénzt adtam, mert annyit késtünk. Szegény apád, már lefeküdt, mint a nászutunkon. Ó, az hosszú történet. Sarah, szerint valami fontosat kell mondanod. Bennyvel lézerkardoztatok megint? Igen. Eltaláltad. Ethan, amikor Sarah legközelebb átjön, megmondom, hogy ne engedjen nektek semmi butaságot. Megértetted? Igen. Én benne vagyok. A videójáték a bűnös. Igen, és a repzene. Köszönöm. Jó van. Feküdj le. Skácok! Mizu! Rory, te... Azt hittük, meghaltál. Csak azt tudom, hogy amikor felébredtem, Isten ilyen voltam. Nincs asztmám, nem kell a szemüvegem, és sosem vagyok álmos. Csak a nap okoz némi gondot, kissé bosszantó. Te is újonc lettél? Dehogy is! Teljes vámpír funkcióban szuperálok. A nagy V! Kapok egy pici pacsit. Mi van? Talán emberi vért itt áll? Azt mondták, különben meghalok. A többiek is azt csinálták. Van róla némi fogalmat, hogy mit tettél? Halhatatlan vagyok, emberfeletti erővel. Ciao! Bocs, ide templomba megyünk. Tényleg? A vámpírok nem járnak oda. Jesse oda rendelt minket. Annyit parancsolgat, csak bla-bla-bla, proféció és bla-bla-bla, keressétek a kubai álmamuszt. Kubai álmamuszt? Te miről zagyvász? Igazam sincs, csak így hangzott. Na, később még ütközünk, vagy harapunk. Zing! Gyere, hozd a hátizsákodat. Elmegyünk a templomba. Mi? Elviszem Sassy néninek. Ő nem jöhet, megkapta
a belga disznónátát, vagy mit, és az ebolát. Egyébként mennem kell. Legyen hitünk. Hmm. Ott vannak. Nézd csak, kapucni és napszemüveg. Ez egész mentő. Halli! Jól festesz. Mit keresel itt? Amit ti is. Követem a dögöket. Bár tudnám, miben mesterkednek. Rory szerint egy kubai álmamuszt keresnek. Kubai álmamuszt? Mármint kubile animuszt? Hallottam már Jessitől. Szerintem latinul lehet. Ki 219? A Wikipédia szerint a kubile animus latinul a lelkek fészke. Azt hiszem, láttam. Egy fura kis cirkalmas láda. Egy láda? Mármint olyan? A kubile animus. Csúcs, lelkek fészke. Mikor fognak kikelni? Ezt le kell állítanunk. Ha. Van egy adag, giga adag antibiotikum. Te hülye vagy! Bocsi, tűnts! Szóval, ezek a látomások gyakran jönnek? Nem, épp veled kezdődtek. Mintha ajtó nyílna egy új dimenzióba. Azt hiszem, érintésre működik. Mutasd. Ügyes próbálkozás, Casanova. Ezért nem hibáztathatod. És nekem is lehet látomás. Fejezd be! Bocsi. Neked nem lesz. Ha meglátom a kezed, úgy veszem, hogy nasi. Na, Jesse mondta, mi a profécia? Vagy, hogy mi a 219? Tudjátok, még újonc vagyok. Csak igazi vámpírokat avatnak be. Egy sem olyan kretén, hogy elmondja. Hát... az egyiktől kitelik. És nekem... megvan a számba. Szia! Bocsánat a zavarásért. A tiszta ruháid. Hé, anyu! Igen? Láttál már... dolgokat, amik nincsenek. Talán a drogokról lenne szó? Nem, inkább látomásod vagy fura élményed volt valaha? Nem, nem rémlik kicsim. Értem. Habár volt egy alkalom. Gyakran néztelek álmodban kiskorodban. Egy éjjel láttalak a jövőben. Már felnőtt voltál, és erős, és okos, tisztességes. És tudtam, hogy nagyszerű tetteket hajtasz végre. Köszönöm, anyu. Azért tudd, hogy ha a drogokhoz nyúlnál, apáddal ki fogunk nyírni. Ja, vágom. Hát... Oh, nézd, ki van itt. Hoztam a könyvet, azt, amit el akartál kérni. Igen. Hát persze, a könyv. Milyen rendes. Köszönöm, köszönöm. A gyerekek már várják, hogy megint csőszkönyv. Anyu. Nagy hatással voltál rájuk. Anyu. Oké. Most magatokra hagylak titeket. Van süti és tej lent, ha megéheztek. Értem. Ez rém. Ciki volt. Mond, jól vagy? Igen, csak szörnyen éhes vagyok. Később talán beugrom a városba. Jó, patkányvadászat? Kétlem, hogy nekem menne. Tudom, hogy olyan undi, de egyre szörnyebben kínoz az éhség. Egy újoncnak 20 napja van, hogy emberi vért igyon, különben meghal. Tényleg? Igaz ez? Nem soká kiderül. Bár nem számít, ha nem tudjuk leállítani Jesse bandáját.
De találtam egy könyvet a könyvtárban, ami segíthet. Hiszed vagy sem, nincs meg minden a neten. Lássuk. Whitechapel története 1894. Whitechapelt akkoriban úgy ismerték, mint Black egyházát. 1809-ben alapította Horace Black tiszteletes. Black hívei a városlakókból táplálkoztak a teljes holdfogyatkozás napjáig, amikor a dühös tömeg bezárta őket és porig égette a templomot. 219-en haltak meg, és a maradványaikat egy jelöletlen sírba helyezték. A város Whitechapel néven újjáépült. Mi volt ez, egy újabb látomás? Igen, de félbeszakadt, mintha hiányozna valami. A lényeg. Valami fontos. Muszáj megérintened. Remélem, nem így akarsz tapizni. Csak kérlek. Oké. A könyv. Kihagyott egy fontos részletet. Black tiszteletes. Maga Jesse. Ó, nem, ezért 219 a célpont. Igen. És a Kubile Animus, segít megszerezni. Sziasztok! Ez a madár, vagy epülő? Nem, ez szuper, Rory! Wow! Mi a frász? Be kell, hogy hívjanak ide, zsenikém. Jess nekem semmit nem mond. Na, bemehetek? Igen, de... Csak ha megígéred, hogy nincs vérszívás. Haver, az én szám a te nyakadon. Oh. Csak... Rory, segítened kell kideríteni, mit tervez Jesse. Igen, nem is gimnazista. Egy szekta vezér 200 évvel ezelőttről. Ne szívas! Hogy fog ennek örülni? Rory, ne! Már régóta tudja, érted? És ez nem kóser. Ha nem állítjuk le, sokan meghalhatnak. Köztük mi is. Hű, gázhalandónak lenni. Valami proféciával kapcsolatos a terve. Talán átnézhetnéd a könyveit? Igen, részletek kellenek. Gyorsan, oké? Okay? És derítsd ki, hogy a Kubile Animus mire kell. Az nagy csalódás volt. Csak egy rozsdás vén doboz. De Jess örül neki, szóval... Nem láthat meg téged, Vili. El kell tűnnöd most. Igen. Én most indulok. Jöjjek pénteken? Nagyszerű lenne. Milyen erős a szorítás ennek a lánynak. Sziasztok! Mi a baj? Kisi éhesnek tűnsz. Mi történt veled? Tudod, a legeslegjobb dolog. Még nincs késő. Csatlakozhatsz. És a legjobb barátok maradhatunk. Soha. Ez a legnagyobb hiba az életedben, vagyis Tomi abból megmaradt. Hát nem, édes. Szerintem még oda van érted. Mindkettőtöknek ajánlok valamit, ami fából készült és iszonyú hegyes. Sarah. Már lecseréltelek. Ó, azért eljössz a szürkület premierjére. Kis elbém. Rory-tól jött. A postafiókomban találtam. Sziasztok! El tudjátok hinni? Itt ez a sok könyv, és nincs egy darab képregény. Sem X-Men, még egy kis ág sincs. Gyerünk, koncentrálj, haver, koncentrálj! Na jó, azt hiszem megvan, amit kerestek. Nézzétek! Egy angyalfészke magot vet a földbe. Lélek a lélekért, a fekete sereg élet. A fogyó hold alatt a hold gyökeretve. A puszta kertben gonosz gyümölcsre lesz. Hő, a világ legjobb metal szövege.
Egy angyal fészke magot vett a földbe! Bámcsik, bámcsik, kámcsik, 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 lélek a lélekért a fekete sereg élet! Bámcsik, kámcsik, kámcsik, kámcsik! Utálom a költészetet, nincs értelme. Mi az angyalfészek? Kubile animus, lelkek fészke. Azt az angyal szobornál találták meg, rémlik? Ó. Oh. És hogy magot vett a földbe? A dobozt a földbe temették, mint a virágmagot. Értem. A fekete sereg? Csendet! Nyugi, azok Black követői. Hű. Hát ezért kapsz mindig jobb jegyet angolból. Igen. És mert én nem neveztem a tanárt hájfejnek. Igazad van. Most nézzük meg a másik videót. Szürkület krónikák előzetes. Szerelmünk örökre megmarad. AB pozitív vagyok, úgyis megkaplak. Hemoglobint inni, tudom, nem szabad. De szerelmünk örökre megmarad. Szerelmük egyre jobban. Ez miért volt rajta? Harap meg, könyörgök neked. Szürkület krónikák harapás nélkül minden jegyet. Mégis mondott a vers a fogyó holdról. Gőzöm sincs. Ez az. Ma lesz holdfogyatkozás, és több mint 200-an mennek a vetítésre. 219 léle. Ne. Ki? Inkább nem mond. Ali, mi a pálya? Most hallottam a legszörnyűbb hírt. Meg kell néznünk a szürkület hármat. Jane! Tudod, mi az a privát szféra? Ezzel mit műveltél? Mi? Csak tedd le, rendben. Ez egy feladat. A suliba. Figyi, tudod, hogy működik? Vagy elárulod, vagy elmondok anyunak mindent. Mindent. Jó. Bennyvel elmegyünk az új vámpírfilm bemutatójára. És nem? Nem, nem jöhetsz, mert későn lesz is korhatáros. Tehát megint itt hagynátok Benny nagyjával? Na nem. Nem már, Jane, légy megértőbb. Gyerekek, megjött Szere. Szia. Hú, anyu, milyen csinos vagy. Köszönöm, kicsim. Ez egy iskolai feladat? Ó, igen. Helyes. Hallgatlak, de ütős legyen. Én mosogatok, megírom a matek leckédet, és játszom veled táncforradalmat. Hű, ez komoly ügy lehet. Ó, ha tudnád. Na? Jó lesz? Legyen. Plusz 20 dolcsi. Mi? Anyu! Oké. Hű, te ördögi vagy. Apu szerint csak talpra esett. Várj, anyu, jó egy puszit adnék. Megjegyzés. Sose becsüld alá a vámpírokat, se a 8 éves lányokat. Hey, Jane! Majd sietünk haza, ha nem szívják ki a vérünket. Mi? Semmi! Benny attól fél, hogy sírni fog a film alatt, mert olyan érzékeny. Klassz. Na szóval, majd jövök, Nagyi! Ó, várj! Hadd adjak nektek valamit, fiúk. Ó, ne, Nagyi, tényleg rohannunk kell. Már ettünk. Nincs szükségünk semmi dekoratív késekre. Ha vérszívókkal szálltok haza, ezek jól jöhetnek. Honnan szerezted? Aki csak nem egy évszázadot tölt el itt, szertesz néhány hasznos holmira. Ó, a könyv! Bejelöltem nektek néhány hasznos varázsigét, de óvatosan. Kezdőknél a varázsigék nem mindig tudják, mit szeretnének. A néni boszorkány? Ó,
Ja, Istenkém, dehogy vagyok boszorkány kicsim. A föld papnője vagyok. Teljesen más, és sokkal mókásabb. Ó, oh, Nagyi! Benny, Nagyi a király? Tehát, te egy... De... Hogyan? Nem akartam szólni, míg készen nem állsz. Féltem, hogy megrettensz. De okkal vonzódsz a megmagyarázhatatlan dolgokhoz. Úton vagy ahhoz, hogy első osztályú bűbájos legyen belőled. És persze itt nem barátod, ő látó. Ez az ő sorsa. Bűbájos vagyok. De várjunk, mi az a látó? Látomásaid vannak, ugye? A pubertás korral szoktak kezdődni. Nagyi! Ó, jól van, ugyan. Tessék, vigyétek a kocsit, és ne feledjétek, a gonosz oldal mindig kisebbségben van, a föld pedig jó. Ti a jó oldalon vagytok. Szuper! Mehetünk. Ha meghúzod a kocsimat, varangyá változtatlak. Szerintem a Kubile Animus egyfajta lélekvákum. Azzal fogna be 219 lelket. Majd talán valahogy elcseréli, hogy visszahozza a követőit. Lélek a lélekért, annyira ördögi. Hihetetlen, hogy ő csókolt meg először. Tőle kaptad az elsőt? Hiszen már 17 vagy, és olyan dögös, vagyis... Arra vártam, hogy az első csók emlékezetes legyen. Küldetés teljesítve, ha? A Nagyi nem említette, hogy a könyvet nem angolul írták. Kezdődik. Erikával egy egész évet vártunk erre a vetítésre. Hű, ez tök béna. Csak olvasd a varázskönyvedet, gyík. A kidobó is közülük való. Felismerhet minket? Semmi baj. Szerintem be tudunk jutni. Hadd segítsek. Jó, oké. Okay. Kezdődjön akkor a buli. Igen. És srácok, ha jól olvasom ezt az izét, van egy varázsige, ami totál eltünteti a vámpírokat. Mit szóltok? Okay. Szóval, ferabet, sen, tencium, neophytis est. Végre bosszút állhatunk őseinkért. Ez annyira unalmas. Mikor kapok egy kis vért? Éhen halok. Türelem. Előbb lélekkel, aztán a vér. Megérkezett a 219 vendégünk, és megfoszthatjuk őket a lelküktől. Tudjátok a dolgotokat. Karbantartó terem. Csak is ma. Popcorn extra fokhagymás vajjal. Szia! Adhatok valamit? Nem, én csak... Egy fene. Oké, okay, kérek egy nagy vödrös popcornt, extra sóval, extra vajjal és extra popcornnal. Az élet rövid. A szentelt víz elhelyezve B-terv készen áll. Üdvözlet! A Szürkület 3 különleges a rajongói vetítésén. Ha kiderül, mi a meglepetés, nos, belehaltok. De előbb sorsoljunk ki egy nyertest. És? Megvan a győztes, a 205-ös jel. Jó Istenem, az enyém. Ez én vagyok. Mit nyertem? Amire minden rajongó vágyik. Ezt.
A második résznél csak pólókat adtak. Egy megvan, maradt 218. Tűz van! Gyerekek, tűz van! Helyeteken, nincs ott pánikra! Bocs, haver, de ez új nekem. Hű, ez komolyan. Gyertek csak! Mit szóltok? Jobb, mint az elemes. Még gonosz vagy, de mindjárt véget. Vesd be az erőt! Eredeti Star Wars póló. Ez annyira állat! Vigyázz magadra! Lőj minden nagy fogura! Mi? Egy kés? Ez aztán Fracking! Fracking? Bírod a galaktikát? Na ná, a harmadik évad a csúcs! Ná, a negyedik évad a csúcs, és ez nem kés, hanem tő! Köszi, Benny nagyja! Itt, szia! Ó, vigyázz a Jackie-re! Bocsi! Nem Jessie-t kéne keresnetek is azt a dobozt? Igyekszem, de el vagyok havazva! Szupi! Most menj! És Rory, szokj le az emberekről! Leállok, esküszöm! Szerinted vámpíroknak is van tapaszt? Mit volt? Nem szép így bánni a családoddal. Ez sosem lesz az én családom. Nem fogod fel, hogy ez rossz? Neked nem így kellene élned. Ez akartam lenni. Éveken át mindig félrelöktek. Csúfoltak. Kinevettek. De soha többé. Nem szeretnélek bántani. Csak hogy rákényszerítesz. Akkor sem mondok le rólad! Hé! Erezd el! Csak a holttestemen át! Ő a tiéd, Cili. Szabadság! A bátor gyík is csak egy gyík. Állj meg ott! Komoly! Ó, igen? Különben? Ez lesz! Oké. Most mindkettőtöknek annyi. Ne közelíts! Vigyázz! Ez a láng legyőzhetetlen. Ez a B-terved, komolyan? Ugye tudod, hogy nem félünk a tűztől? Végezhetél volna kutatást? Yeah.
Donadinak, hogy vegye fel a telefont. Várj, Benny! Maradj velem! Gyere! Gyere, siess! Elfogy a hold 8 perc múlva, és Jesse elhúzott. Vidd a kocsit! Túl gyenge vagyok. Egyre erősödik az éhségem. Velünk kell jönnöd, hogy megállítsuk őt. Csak menj már! Most! Gyere, Benny! Gyere már! Benny! Hé! Jesse oda viszi a ládát, ahová a követőit temették. Igaz? Hol lehet az? Igen. Szerelemre találtam a büfében. Benny, a profécia azt mondja, a puszta kertben gonosz gyümölcsre lesz. Puszta gyümölcsös. Benny? Nem tudom. Megadtam a címemet. Gyümölcsös park 53. Bármikor. Várj, ez a fa ott volt a látomásomban. Ismerem ezt a fát. Ez lehetetlen. Benny. Benny, hívom a nagyit, hogy vigyen haza. Oké. Jól van. 4 percünk van megmenteni a világot. Szedd össze magad. Sosem bírtam ezt a fát. Furcsa, hogy az utcát arról nevezik el, amit elpusztítottak miatta. Itt egy gyümölcsös volt. Az egyik kedvenc helyem, amíg az idióta őseitek fel nem gyújtották a nyájamat. Igen, de hiba volt, hogy nem fejezték be a munkát. Meghiúsítottad a tervet. Így a nyájam többi tagjának még várnia kell, de nem gond. Már elég lélek van itt ahhoz, hogy feltámasszam a valaha élt leghatalmasabb vámpírok némelyikét. És megtiszteltetés, hogy az első nasiuk lehetsz. Nem is kell várnod, mivel már is egyesítelek a nyájaddal. Csak nem ebben a világban. Furcsa, ismertem a nagyapád nagyapját. Ő is lúzer volt. Bátorság! Bocsa, merj! Itt az újjászületés órája. Fivéreim! Nővéreim, ébredjetek! Nálam van a dobozod. Nálam meg a bébicsőszöd. Na jó, igazából Jane bébicsőszöd. Add ide a Kubila Animuszt, ki kell váltanom a lelkeket. Sarah! Add oda neki. Mihez kezdenél egy fészeknyi lélekkel? Eladod? Gyerünk, add ide, különben meghal. Ide, ne! Álnok! Altrasz! Álnok! Gatram! Hey, megkaphatod a dobozt, de a tartalmát nem! Elszúrtad a moziukat! Hát most megfizetsz! Ne! 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 Mit tettél? Hihetetlen, hogy jártál vele. Megjöttek. Jó volt? Igen, jól mulattunk. Kivéve, hogy... Hallottam már a karmáról. Zűrös volt az este a srácokkal. Nem mondhatnám, elég uncsi volt. Ne terjesszik a pletykákat az állítólagos támadásokról a színházban. Először is... A vámpír műfaj rajongóinak élénk a képzelete. És másodszor úgy hallottam,
hogy a hibás 3D-s szemüvegek okozhatnak neurológiai mellékhatásokat. Minden esetre nem lesz több szürkületvetítés. Elhihetik. Hibás 3D-s szemüvegek. Ki annyira balek, hogy ezt beveszi? Á, szürkületrajongókról beszélünk, nem? Ó, egyébként a város megmaradt, Jesse ismét a nyájával. Minden rendben van. Igen. Há, és ugye már nem is haldokolsz, mivel a halandó tested épnek tűnik. Kösz, Penny nagyja csinált nekem egy vad, emberi vérpotlékot. Igen, és megtalálta a könyvemet. És kacok! Szia! Nagyjából oké. Menjünk órára. Jó ötlet. A varázsigék olyanok, mint a klingonféle kifejezések, mondjuk, mint a romulán nyelvjárás Cylon belül. Benny! Fogd be! Bocsi. Magyar szöveg Vajda Evelin, hangmérnök Hajzler László, vágó Szemeridi Gabriella, gyártásvezető Kovács Marion, szinkronrendező Mauchner József, produkciós vezető Hegyi Eszter. A szinkront a Disney Character Voices megbízásából a Digital Media Services készítette.